Brontok jöttek már ide nekem. Nem tudom, mi ez a sok posta. Postaláda tipikusan az a cucc, amit én elfelejtek megnézni és kiüríteni. Az eBay-ről vártam egy-két apróságot, nem, most nem kell nagy csodákra gondolni, de egy kábelt meg ilyesmit vettem. Azt ugye nem nézem meg a postaládát, most már a postás az nem is csönget be. Ettől lehet, hogy becsöngetett, innen elkint pakolni. Főztem, azt még nem pakoltam, én még nem raktam rendet. Kifogytam mindenből, a rizs is kifogyott. A rizses dobozom empty. Cuccoljunk ki, csak leszaladtam bevásárolni, mert nővérem jön. Holnap, után, jó, szerda, csütörtök, péntek. Igen, akkor holnap után jön, és akkor kis kajaféle kéne addigra. Izé lett rendelve. Bolonyai káposztás tészta. Úgyhogy most nem mosogatok annyit már, mert teljesen szíje lett a kezemet a mosogatószer. Ahogy mondom, mindig elmosom azt a darab edényt, amit ugye éppen nem használok. Most is el van itt mosva, minden rend van. Azért. De amikor már naponta 6-szor mostam el fölöslegesen, és ugye mosószeres szivacs, meg kurva élet, úgy kieszi a kezemet, mint a brand. Úgyhogy inkább az lesz, hogy fogom, és akkor amikor megtelik a mosogató, akkor, na ez Humboldt. Ez Humboldt eredetileg, ahonnan elvettem. Tudja a gyász. Minden ilyen egymásba rakott cucc. Ja. Van egy ilyen csöbör is, ami felszabadult. Azt mindjárt megnézzük, hogy mik érkeztek, mert de most a postaládát most véletlenül eszembe jutott, hogy meg kell nézni, és már van is benne mindenféle finom falat. A postás meg nem csengetett fel, ahogy szokott, hogy te gyere már, mert jött egy csomagot, csak szépen bedobta. Azt lehet, hogy már ott van 3 napja. Vagy hétfő volt, nem néztem meg jó. Tesco. Ja. Jó. És rongyocska. Na, pakoljon már ki előbb a cuccot, mert hús megbüdösödik itt. Ebben a nyári nagy melegben, a buszon elengedtem. Na, mondom, veszek most nem egy kisebb fej káposztát, de nem is volt kisebb fej. Ez volt a legkisebb. Ez meg... Gyere már te! Azt mondja, hogy 2,3 kg. E már döfi, nem? A ristaszt. Spájzba. Most nem utcolom magam a kamerát, még elpakolom ezeket a cuccokat, mert nem akarok itt félkézzel idétlenkedni. Így is épp elég idétlen vagyok. Hangomat halljátok, mert a hangrögzítő készülék az jó. Hús mehet a fagyóba. Ezt az egészet úgy is megfőzöm egyszerre. És akkor itt még van zöldség. Káposzta meg jöhet ide a zöldségesre kezdve. Ha be tudom ide egy darabba rakni. Na. Azt utána mindjárt kibontjuk a csomagot, azt megnézzük, hogy mi van benne. Rizst meg előre meg fogom pirítani. Az egész kilót, ahogy szoktam. Mint mondtam olyan múltkor, hogy van ez a doboz, én előre megpirítom szárazon, ugye mindig olaj nélkül, és ja, meg beugrottam a gyógyszertárba, már ezt akkor mondták, hogy ott megjött egy gyógyszer, ami meg volt rendelve, meg ki volt fizetve, csak már majdnem elfogyott, úgyhogy ezt is elhoztam.
Bazd meg, ez a sok orvosság, egy falut el lehet vele pusztítani. Na. Jó van, gyerekek. Nem sok van. Na, bazd meg, úgy meg van ez a hűtőpakó, nem lehet becsukni. Na, az én mondom. Na. Lássuk akkor ezt az unboxingot. De ez nem unboxing videó lesz, mert egyébként amit a állványzatot építek én ide mindjárt. Installálok. Installálom. Na. Azt mondja, hogy ez anyámnak jött valami, mi a faszom? Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház, aki egy és egyetemi oktatókórház. Máté Szalka. Ezt majd megírom neki. Ezen messengeren, hogy Szalkai kórházból jött valami. Ez az ő bankszámla kivonata. Cetelen kivonat. Környezetgazdálkodási non-profit Kft. Ez szerintem a személydíj lesz. Ezt a személydíjat is befizetem egy fél évre előre, mert nem sok aztán. Mi a faszom? Egyes oldalon szereplősz informálni. Mi? Mi? Na, megint újítottok valamit. Jó. 2016 első hó 1-től, harmadik hó 3, az első negyed évre személydíj. Jó. Mikor van a fizetési határidő? Mert szerintem... Negyedik hó 30? Az fasza. Jó. Hát... Negyedik hó 30, hát na, milyen gyakran nézem én a postaládát, ugye? Ezt ide tesszük, hogy fontos. Ide a másik számlához, azt hónap megyek, azt befizetem, hónap megyek a doktorhoz, úgyis a izékeire. Menjen már kontrollra, lábvizitre. És szerintem a szemétszállítási díja nem lesz ilyen izével. Azt ha elkéstem, akkor kifizetek 500 forint büntetést. Jaj. Megtehetem. Na, itt van két small pocket. Múltkoriban, amikor itt a haverral kevergettünk, akkor felmerült ugye, hogy két fejhallgatóval kéne hallgatózni. De az a fejhallgató, ami a jobbik, amit vettem a legutóbb, ez a Panasonic. Kurva rövid a kábele, még úgy önmagába is, és én ezt szeretném használni. És elsősorban vettem egy ilyen splittert, ugye, ami a hangkártyámnak a felhallgató kimenetét ossza el ketté, ilyen Y-ba. Mert hogyha átállítom az alaplapi hangkártyára, ugye azzal nem lehet dolgozni. Tehát zenei produkciót. Úgyhogy mindenképpen abból az egy hangkimenetből kell hallgatózunk, ahhoz pedig kell egy elosztó. Jó, most szerintem lehetett volna ezt Magyarországon is venni, de úgy voltam vele, hát az eBay ott van, kat, azt ráérek megválni, míg megjön. És ezek olyan apróságok, hogy ebből sose állt, hogyha van kettő. Úgyhogy egyből kettő darabot rendeltem, ezt itthon is lehet kapni, ismeri mindenki. Így néz ki, ugye? Egyik vége egy Jack Papa, másik vége kettő Jack Mama. És ezt berugom a fejhallgató kimenetbe, akkor kettő darab fejhallgatót tudok rá csatlakoztatni, és öröm boldogtá. Másik dolog, kábel hosszabbító. Ezt tévéhez lehet használni, fejhallgató, hosszabbító kábel, de elsősorban nem tévéhez vettem, hanem ahhoz, hogy a stúdióban, amikor éneket veszünk fel, hogy kicsit a énekes szabadabban mozoghasson a
dühöngőbe. Mert eddig a másfél méteres kábellel hosszabbítgattunk, és az olyan volt, hogy éppen hogy csak elért. És azt hiszem, hogy ebből is kettőt vettem, mert a másik az üzenőrendszerhez kell. Ugye? Tehát az üzenőrendszer, a stúdióban, aki nem tudná, tehát az, hogy az egyik csatornán halljon engem a, egy mikrofonból az énekes, az én instrukcióimat, ugye? Mi a két külön szobában vagyunk, egy üvegfal választ el minket, tehát másképp nem tudunk beszélgetni, csak egy mikrofonon, és üzenőn keresztül, na, nem kezd tovább magyarázni. Ebből is vettem kettőt, méghozzá, ez állítólag, ez 3 méter, vagy én már nem emlékszem, hogy mennyi. 10 láb. Így volt megadva, tehát szerintem ez 3 méter. És ilyen nem műanyag bevonatos, hanem ez a szövet. Ez a, hát nem fog látszani itt ezen a felvételen, mert ugye fekete. És ugye... Ez szerintem ez nem törik meg annyira. Hú, milyen hosszú vagy te. És akkor az a fejhallgató hosszabbító, amit most a tévéhez használok, az jó lesz nekem itten a számítógéphez. Akkor ez meg az egyik megmegy a tévébe. És ezzel a könnyű Panasonic fülhallgatót meg tudom hosszabbítani. A másik pedig stúdióba lesz, stúdió célra. Splitterek közül is elpakolom az egyiket, ami nem kell. Sőt, ezt az egészet egybe bugyolálom, egy csomagba. Egyne. És akkor öröm boldogtá, nem tudom mennyi idő alatt jött meg, majd mindjárt adunk egy, hogy hívják ott, csillagot a eBay-en, hogy milyen kedvesek, rendesek voltak, hogy ezeket elküldték nekem. Na! Másik dolog! Fika dolog! Én kaptam egy meghívót aznap, amikor volt ez az állítólagos mocskos, kitárgyalós live, és hogy én is becsatlakozhatnék. Ugye vegánnak volt egy live-ja, vagy nem is tudom, neki volt egy live-ja, és akkor mondták, hogy Imi is becsatlakozott, Tóth Imi. És akkor már én mire oda kerültem, hogy belepillantottam, és megmondom őszintén, én egy szót nem hallottam belőle, mert én avval voltam elfoglalva, hogy beüzemeljem ezt a kurva kamerát, amit nem sikerült felismertetnem a számítógépen, most nem tudom, már szétszettem hónapokkal ezelőtt. Szóval amilyen nem sikerült. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem tudtam beüzemelni a kamerát, úgyhogy végül fogtam, azt be is zártam az egészet a rákba, most mondom, nem fogom akkor hallgatni a live-ot, hogyha nem tudok bele se szólni, vagy valami, hogy becsatlakozni. Aztán utána most látom, hogy jönnek a videók egymás után, ugye Imi is megcsinálta Hörbi védelmébe a videót. Miről van szó? És akkor utána ugye Dia is megcsinál, hát Dia elmondta az egészet, tehát nekem ahhoz nincs mit hozzátennem. Szóval az, hogy valaki elmegy Floridába, bazd meg, él, mint Marci Hevesen, és akkor, hogy azzal kell foglalkozni, hogy itt a világ másik végén Magyarországon, hogy egy panelházi vlogger, hogy mivel foglalkozik, meg mit, meg se nézem. Még visszamenőlegesen sem, mert hogy mondjam, mert tudjátok jól, hogy én sose szoktam más videósokkal foglalkozni. Ne húsklofolnak. Tehát mert egyszerűen nem pocsékolom arra az időmet, hogy rövid az élet, na. Hogy komolyan nekem azért mindig van témám, amiről én beszélhetek. Nem vagyok arra rászorulva, hogy nekem más adjon beszédtémát. Máson köszörüljön a nyelvem.
Hát a tegnap is kitaláltam, eszembe jutott, hogy lehetne abból egy sorozatot indítani, hogy mit tudom én kianalizálgatok ilyen szkeptikus szemmel bizonyos áltudományos cikkeket, akármiket, és látom a nézettségből, meg már jött egy-két e-mail, hogy tetszik, és folytassam. Úgyhogy, ha lesz rá igény, akkor fogom folytatni. Tehát nekem is mindig eszembe jut valami. A másik dolog, ugye, hogy mindig Hörbi a főszereplő, mindig ő körülötte forog minden. Tessék végre tudomásul venni, hogy ő akármilyen, és akár tetszik valakinek, akár nem, ő Magyarországon az első számú vlogger. Kész, pont. Nincs még egy ember, aki nála termékenyebb lenne, nincs még egy ember, aki nála több videót töltene fel. Kész. Ő sütögeti a saját pecsenyeit, mindig kreatívkodik, mindig feltölt, mindig ez, csinálja a dolgát, amihez ért. Kész. Ő ebben Magyarországon a legjobb. Nem lehet két legjobb sose. Vannak még nagy nézettségű vloggerek, de hogy mondjam? Most fölösleges azon rugózni, hogy miért pont ő, vagy hogy megérdemli-e, vagy se. Hát van mögötte munka. Azért ez nem olyan munka, ez a főállású vloggerkedés, hogy elmegyek 6-kor a gyárba, és akkor 2-kor befejezem a műszakot, és megyek haza, és ennyi a nap nagy része. Na, az meg állandóan ülni kell, törni a fejét, hogy mi a fasz találjak már ki, milyen újdonságot, hogy milyen... Szóval, igen, hát ő a legjobb, nincs két legjobb, nincs harmadik legjobb, nincs negyedik legjobb, nincs rangsorlás, de senkit nem érdekel a világon a második helyezett. Se sportba, se semmibe. Mindig szokták mondani, amikor ilyen, mindig megmosolyogtat engem, mikor látom, hogy Magyarország negyedik helyezést ért el, mit tudom én, az Európa-bajnokságba, vagy a világbajnokságba, vagy mit tudom én, vagy az én kisgyerekem a szavaló versenyen ötödik lett a 250 indulóból, de csak az első kap róla plecsnit, meg az első kap aranyérmet, meg az elsőnek a nevét fogják jegyezni. Szóval azt mindenki tudja, aki például egy sportrajongó, Bundesliga, futball, nem tudom, nem értek hozzá, tudja, hogy a Bundesligában ki volt tavaly a győztes, tudja, hogy a futballvilágbajnokságot kinyerte legutóbb, meg azt is tudja, hogy esetleg azelőtt 4 évvel kinyerte a futballvilágbajnokságot. Azt is tudják, hogy olimpiai aranyérmes volt úszásba ez, vízilabdába az, kalapácsvetésbe amaz, de hogy ki volt a második, az senki nem tudja, mert az senkit nem érdekel. Mert ugye, mikor rekordokra vagyunk kíváncsi, meg ugye versenyzünk egymással, meg vetélkedünk egymással, sport erről szól, de nem csak a sport szól erről, hanem az egész élet. Ugye a versengésről. Ki a jobb a másiknál? Ez vonatkoztatható a vloggerkedésre, vagy a videós létre. Akkor senkit nem érdekel, hogy ki a második helyzet, meg a harmadik, meg az ötödik. Nem. Csak az első. A többit sajnos nem jegyzik sehol. És nem emlékszik rá senki. És ez akkor is így van, hogyha ez egyeseknek fáj. Úgyhogy én nem is bánom, hogy én kihagytam ezt az adást. Nem szeretek igazából megbántani senkit, mert nem. Na. Az utóbbi 3 évben néha visszanézem a 2 évvel ezelőtti videóimat, és akkor meglepődök rajta, hogy milyen agresszív voltam, milyen indulatos voltam, hogy mennyi dolgon felhúztam magam. Oké, még most is impulzív vagyok, meg minden, de azért én már észreveszem magamon, hogy én, ahogy öregettem 2 évet, én fejlődtem. Nagyon sokat. Azért
a jellemen formálódott annyit, hogy most már azért nem feltétlenül azok a fontos dolgok, amiket 2 évvel ezelőtt fontosnak tartottam. És igen, most már nem feltétlenül akarok mindenkinek megfelelni mindenre, mert esetleg nem szeretnék mást megbántani. És éppen ezért nem bánom, ha a régi videók elkallódnak, nem kallódnak el, mert ott maradnak ezek továbbra is, de nem fogok most már úgy viselkedni, mint ahogy 2 évvel ezelőtt viselkedtem. Kész. Teljesen más körülmények között éltem, frusztrált voltam, beteg voltam. Most nem ez a helyzet, tehát most... Na, jobb a kedvem minden. Nem, szóval... Én nem tudom, ha valaki általában, mit tudom, jó egészségnek örvend, például van egy ember, aki egészséges, amúgy, mint én, és rendezett anyagi körülmények között él, nem úgy, mint én, akkor annak mi oka van egyáltalán arra, hogy egyfolytában ekézzen valakit, vagy pörlekedjen, vagy veszekedjen, vagy nem tudom, veszekedés szítson. Mert ha valaki frusztrált, akkor érthető, hogy így viselkedik. Akkor se szép, hogy így viselkedik, de legalább van rá magyarázat. Ugye, akik engem a kezdetektől követnek, azok tudják, hogy nekem miféle nyavajáim vannak, mennyiféle betegségem, akik meg nem tudják, azoknak még most is lehetőségük van visszamenni a régi videóimhoz és megnézni őket, mert nem fogom újra elmondani őket. De attól, hogy én nem beszélek róla napi szinten a vlogokban, azért azt tudomásul kell venni, hogy az én betegségeim az én cselekvési teremet nagyban korlátozzák. És igen, én is elsírhatnám minden izébe, minden áldott nap egy videóba, hogy jaj, most ilyen akadályok merültek fel, meg olyan akadályok merültek fel, de szerintem ez a panasz áradat, meg negatív áradat, ez nem visz sehova. Ez nem vezet sehova. És azért igyekszem én inkább komoly témákat találni, ha nem komoly témákat, akkor meg vicces témákat találni. A magam módján persze, én nem vagyok olyan vicces, mint mit tudom én, mint Hadházi László, vagy mit tudom én, Gávölgyi János, de a magam módján. No, nem is akarok ehhez többet hozzáfűzni, megyek és kipróbálom a dolgokat, hogy üzemelnek. Sziasztok!